Már itt is vagyunk, és folytatjuk a délelőttöt, és elsőnek egy kampányról fogunk beszélgetni, aminek az a neve, hogy hashtag nem luxus táska. Itt is van velünk Cserta Szandra, a kívülbelül boldogság alapítója, illetve Huszka Ági, stílus tanácsadó. Szervusztok, köszöntelek a stúdióban benneteket. Hashtag nem luxus táska, ez a cím ennek a kampánynak, de mi a célja? A kampánynak az a célja, hogy alapvető higiéniás termékeket gyűjtsünk össze rászoruló nőknek, amit ketten találtunk ki Ágival, és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal együttműködve fog megvalósulni ez a kampány. Január 31-ig gyűjtjük a táskákat. Az a lényege, hogy ha van otthon egy felesleges táskád, és azért valljuk be, minden nőnek van egy felesleges táskája, vagy hátizsákja otthon, akkor azt fogjad meg, és rakj bele olyan alapvető higiéniai termékeket, aminek te is örülnél, hogyha kapnál. Tehát fogkefe, fogkrém, hajkefe, tusfürdő, hajbalzsam és sampon, és egyéb ilyen alapvető luxus termékek a nem luxusban, hiszen a rászoruló nőknek ez, valljuk be, luxus. És hogy jött az ötlet? Alapvetően mind a ketten leginkább nőkkel foglalkozunk, mert vannak férfi vendégeink, de a fő célcsoportunk az a nő. És hát általában közép-felső kategóriás kereseti szegmensből keresnek meg minket. És Alexandra is, illetve én is ugye szortírozással is foglalkozunk sokszor. Mennyi ruhát tudunk ugye kirakni a gardróbból, vagy mennyi felesleges dolgot tudunk akár kirakni az otthonunkból. Ez számunkra egy ilyen mindennapi dolog. És igazából abban néha bele se gondolunk, hogy azok a problémák, hogy túl sok tepsifedő van, és nem tudjuk hova rakni, meg túl sok ruhát vásárlunk be, és csak áll a szekrényünkbe, és nem viseljük, nem tudjuk felvenni. Ez azért egy nagyon-nagyon extra dolog, és szerettük volna egy kicsit arra felhívni a figyelmet, hogy ezek a problémák, ezek abszolút minimálisak ahhoz képest, hogyha valaki tényleg az alapvető higiéniás feltételeket nem tudja magának megteremteni. Maga a procedúra az hogy kell elképzelni? Tehát ha valaki, mondjuk valamelyik néző, hölgy nézünk, alapvetően férfik is férfi vannak, is lehet, igen, de abszolút. Valamelyik nézőnk azt mondja, hogy ő szeretne adományozni, hogyan teheti ezt meg? Jelenleg vidéken 16 gyűjtőpont van, Budapesten pedig Huszka Áginak a stúdiójába lehet leadni bizonyos időpontokban, tehát mindenképpen szeretnénk felhívni a figyelmet, hogyha felmennek a nemluxustáska.hu felületre, ott vannak az átadási pontok, az átadási időpontok, ott vannak azok a listák, amiket kérünk, hogy tegyenek bele, van pár termék, amiket kérünk, hogy ne tegyenek bele a táskába, és hogyha pedig nem azon az országszerte 17 gyűjtőpont környékén laknak, akkor pedig a kívülbelül boldogság webáruház címére lehet elpostázni hozzám, és mi pedig összegyűjtjük, és megfelelő raktározás mellett majd február elején fogjuk kiosztani a táskákat. Tehát akkor tulajdonképpen van egy konkrét lista, aminek bele kell, hogy kerüljön ebbe a táskába? Igen. Igen, a maga a lista az úgy lett összeállítva, hogy egyeztettük a Máltai Szeretett Szolgálattal, és tényleg a legfontosabbak. Az egyik, amire szeretnénk felhívni egyébként a figyelmet, az a menstruációs szegénység, ami az egész világon egy ismert fogalom, és ezért az egészségügyi betét az egyik alapja a táskának. Erre jön ugye a fogkrém, fogkefe, tusfürdő, sampon, dezodor, nagyjából ez az alap, igen. És hajbalzsam, és akkor ezt lehet még egy kicsit bővíteni, például zokniból és bugyiból szokott hiány lenni a rászorulóknál, melltartóból sokat kapunk, illetve hát ugye itt már lehet extrázni abszolút, tehát van a kézfertőtlenítő, kézkrém, parfüm. Törekszünk akár arra, hogy egységcsomagok legyenek, de minden táska igazából egyedi. Az adományozók belerakják egy kicsit a lelküket is ebbe. Külön összevásárolják azokat a termékeket, amiket az ő személyiségük tükröz ilyen tekintetben. Tehát van, amiben kézkrém van, mert mondjuk egy száraz kezű hölgy adja, hogy jaj, neki nagyon száraz télen a keze, akkor biztos, hogy jó lesz. Valaki például nagyon szereti az illatokat, akkor egy kis parfümöt rak bele. De amitől még személyesebb lesz ez az adományozás, az, hogy mindenkit kérünk, hogy rakjon bele egy kis személyes üzenetet, jó kívánságokat is a táskába. Szóval akkor ettől lesz személyes, de azt gondolom azért nem ők választják meg, hogy ki kapja.
Alapvetően nem fogunk kekeckedni azon, hogy ki az, aki rászorult, és jár neki a táska, vagy ki nem. Nyilvános osztásaink lesznek. Terv szerint a Máltai Szeretett Szolgálatnak a Miklós utcai Szociális Központja az elsődleges cél, illetve ott lesz az első ilyen nyílt osztásunk. Tulajdonképpen ott van átmeneti szállás, krízisszállás és nappali melegedő is. Nagyon-nagyon széles körbe tartoznak azok a hölgyek, akik oda ellátogatnak. Nem feltétlen hontalanok vagy hajléktalanok, akik ott nap mint nap megfordulnak. És aki jelzi azt, hogy neki szüksége van táskára, annak fogunk adni. Igen, azért ez nem csak feltétlenül a hajléktalan hölgyeket érinti. Jó gondolom. Ez abszolút így van, igen, sajnos nem feltétele a hajléktalanság annak, hogy az ember egy olyan helyzetbe kerüljön, akár átmenetileg, amiben tényleg azon kell gondolkodnia, hogy ételt vesz meg saját magának, vagy akár a családnak, vagy pedig mondjuk egy dezodorra költ. Itt már említetted az egyik legnagyobb problémának a menstruációs szegénység. Itt a magyarországi nők helyzete miben merül ki, milyen az arányok, mennyien szenvednek ettől? Alapvetően nincsenek megbízható statisztikák, illetve erről most nem is szeretnénk beszélni, mert ez egy nagyon olyan határmezsgye, ami kicsit támadható, de az biztos, hogy van és létezik. És ez egy égető probléma itthon is, de ehhez egyébként nem kell, hogy kifejezetten bármilyen negatív gazdasági helyzetben legyen bármilyen ország. Maga a kampánynak az elindító egyébként egy ausztrál kampány, és ott is ugyanez az alapja a dolognak, ez egy világszinten ismert tendencia. És alapvetően az a célunk, hogy megőrizhessék a nők a méltóságukat az utcán, vagy pedig rászorult helyzetben is, és ne kelljen gondolkodni azon, hogy az alapvető higiéniai termékeket veszik meg, vagy tényleg, ahogy az Ági mondta, kenyeret és egyéb élelmiszereket a családnak, vagy saját maguknak. Tudom, hogy ez nem olyan fontos kérdés, de ha már nőkről beszélünk, akkor itt fontos az is, hogy néz ki az a táska? Szeretnénk azt, hogyha olyan táskák jönnének be ideális állapotban, amiknek behúzható cipzárjuk van, vagy be lehet zárni. Ez a logisztika és a raktározás szempontjából megkönnyíti a helyzetünket, hogyha nem esnek ki a termékek a táskából, de nagyon sokszor kapunk olyan tele táskákat, hogy már alig tudják összehúzni a hölgyek, és így próbálkozunk összenyomni a táskákat, tehát nagyon-nagyon lelkesek azok a nők. Ideális állapotban jól működő cipzár, ne legyen leesve vagy szétesve, tehát azért egy olyan táska, amit még akár használnánk az utcán, de valami oknál fogva már túl sok táskánk van, és nem jut idő kihasználni ezt a táskát, tehát jó állapotban legyen. Illetve ami még fontos, hogy ha a hajléktalanságot nézzük, a hátizsák például a legjobb táska, igen, amit csak ki tudunk osztani. Tehát nem a tipikus, mondjuk... Nem feltétlen az oldaltáska, igen, de ugye mivel, hogy itt nem csak a hajléktalan hölgyek lesznek a fogadófél, vagy a fogadó oldalon, ezért nekik egy szép női kézi táska is akkora érték, és akkora plusz, amit ők nem tudnak már megfizetni feltétlen. Minden táska számít. Igen. Igen, abszolút. Gondolom, pont emiatt a kijelentés miatt is nehéz esetleg egy nőnek megválni a táskáitól, mert hogy minden táska számít minden szempontból. Igen, akkor is a 2 éve már nem viselte, és ott csak áll a gardróba. Nem, az a tapasztalatunk, hogy tényleg átnézik a táskáikat, és igazából annak is örülünk, hogy valaki ugye több táskát is ad egy szemében, de amit tapasztaltunk az elmúlt időszakban, hogy családok együtt, tehát gyermekkel együtt rakják össze, állítják össze, kezdik el a beszélgetést arról, hogy hova megy a táska, mi az az adományozás, miért fontos ez, kinek megy. Például nekem a 3,5 éves kisfiam már meg tudja fogalmazni, hogy az ő nyelvezetében, hogy olyan hölgyeknek, olyan anyukáknak megy, vagy nőknek, nem feltétlenül anyukáknak, a táska, akinek nincsen otthona, és hogy szüksége van ezekre a termékekre, ezt 3,5 évesen már képes megfogalmazni, és a másik pedig, amit tapasztaltunk, hogy munkahelyen is nagyobb az összhang és az együttműködés, mert munkahelyen belül állítják össze a táskákat, együtt hozzák el nekünk, elindult egy olyan párbeszéd és beszélgetés munkahelyen és családon belül, ami esetleg eddig például tabu téma volt, uh-huh, vagy nem is foglalkoztunk vele.
Tehát tulajdonképpen akkor ennek az akciónak nem csak az a lényege, hogy valakin segítsünk, hanem már az elkészítésén is egy akár egy nevelés célzata, vagy egy közösség formáló célzata is lehet. Igen, igen, abszolút egy ilyen érzékenyítő célunk is volt ezzel. A hála az égnek nagyon fogékonyak erre a dologra. Ugye maga az egész kezdeményezésnek a neve is egy kicsit ilyen, ez a nem luxus táska, egy könnyen megjegyezhető, benne van, aminek kell, és azt látjuk, hogy nagyon szívesen posztolnak a közösségi médián, igen, Instagramon, Facebookon ezzel a hashtaggel együtt, úgyhogy nagyon szívesen osztják meg az emberek is. És talán még az lehet az erőssége, ha én így gondolkodom ezen, hogy nem arról van szó, hogy csak hogy mondjuk pénzgyűjtés, hanem egy konkrét dologról beszélünk gyűjtés szempontjából. Ezt gondolom azért jobban megmozgatja az embereket. Igen, tehát beszéltünk is arról Ágival, hogy mi nagyon közvetlenek vagyunk, tehát mind a kettőnknek nagyon erős jelenléte van a különböző közösségi média platformokon, és rögtön posztolunk, rögtön megosztjuk a hírt, azonnal válaszolunk e-mailben, a posztokon, a különböző hashtagek alatt próbáljuk motiválni a hölgyeket, hogy szuper táska, amit összeállítottál, nagyon köszönjük szépen, és megpróbáljuk megmutatni a közönségnek, hogy ezt a kampányt ők alakítják, hiszen eredetileg egy gyűjtőponttal indultunk, és 72 órán belül, december 18-án, amikor elindult a kampány, olyan szintű lelkesedés fogadt minket, hogy rögtön megnyitottuk a 16 vidéki gyűjtőpontot pár napon belül. Tehát, hogy ezt a kampányt, ezt ugyan mi csináljuk, de együtt a közösséggel alakul a kampány, és lépésről lépésre haladunk. Most például szerencsére már annyi táska összegyűlt vidéken, hogy megpróbáljuk vidéken tartani ezeket a táskákat. Az eredeti cél az volt, hogy minden feljön Pestre, de már annyi táska jött össze, például ma Győrből kaptam a hírt, hogy már 70 táska van, Fehérváron körülbelül 80-100 táska gyűlt össze, tehát hogy ezeket megpróbáljuk vidéken tartani, és a vidéki kis közösségekbe kiosztani majd. Mik ezek a nagyobb vidéki gyűjtőpontok, megyeszékhelyekre kell gondolni? Alapvetően? Javarészt. Nem feltétlenül, például Siófokon is van. Igazából, mivel nem volt célunk, hogy vidéki gyűjtőpontokat csináljunk az elején, mivel nem gondoltuk eredetileg, 100 táskával számoltunk az egész kampány során, most ez már most megvalósult. Tegnapi hír, hogy 1700 táska országszerte. Tehát, hogy igazából ott barátokra, ismerősökre és az első jelentkezőkre gyorsan átnéztük, hogy kik jelentkeztek. Felhívtam például az ügyfelemet, hogy neki volt például 5 helyszíne a Smile nyelviskola, és mondtam, hogy Marian, kérlek, segíts, és mondta, hogy persze, Szandra, bármit. Fehérváron család, Siófokon van, Szegeden van, Piatorbágyon, Dunakeszin van, Egerben is van, tehát hogy nagyon szétszór, de igazából amit tudtunk, azt megvalósítottunk, de már tudjuk azt, hogyha jövőre újra megvalósul a kampány, akkor szeretnénk a legfőbb megyeszékhelyeket lefedni. Akkor az összefogás jellemezheti legjobban talán ezt a kampányt. Meddig tart pontosan? Január 31-ig van gyűjtési időszak, addig lehet hozzánk eljutatni a táskát, vagy Budapesten, vagy postán, vagy pedig ugye a gyűjtőpontokon. Ez nagyon fontos, ezt szeretnénk mindenkitől kérni, nagyon felkapták ezt a dolgot, és néha már ellenőrizetlen mennyiségű posztot találunk mi is az interneten, és van, aki abszolút jó szendékból, de szeretne kvázi gyűjtőpontként működni, újabb gyűjtőpontok jelentkezését már nem tudjuk fogadni, ennek logisztikai okai vannak, itt tudjuk csak vállalni, hogy biztosan oda jut a táska, hova kell. És csak akkor tudjuk garantálni, hogy rendesen lesznek kezelve a táskák, hogyha a honlapunkon található hivatalos gyűjtőpontokra jönnek. És akkor a kiosztás mikor lesz, illetve kik azok a személyek majd, vagy ez hogy fog eldőlni, hogy kik kapják? Ez abszolút a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatra fog maradni? Ők fognak nekünk összeállítani egy olyan csomagot Ágival, amik közül választhatunk, tehát ez lesz az első kör. Szerencsére olyan sok táska gyűlt össze, hogy folyamatosan bővítjük a célközönséget, hogy ki fogja megkapni ezeket a táskákat. Amit már biztosan tudunk, hogy február 10-én lesz az első nyilvános osztás, ez a Miklós utcai Szociális Központban lesz. Ezt szeretnénk összekapcsolni egy kicsit egy ilyen női nappal, tehát hívunk kozmetikusokat, önkéntes
fodrászos kozmetikusokat, önkéntes fodrászokat, lesz mentálhigiéniáról előadás, tehát megpróbáljuk ezt az egész úgymond nyitó osztást egy különleges nappá varázsolni, és akkor igazából a héten és jövő héten fog kiderülni, hogy milyen ütemben tudjuk vidéken is, mert szeretnénk Ágival nagyon sok helyen ott lenni, amikor az osztások vannak. Bocsánat, már mint egy intézmény lista csomagot. Igen, bocsánat. A csomagot. Bocsánat. Igen. Szóval nem. Jó. Szóval ők javasolni fognak nekünk intézményeket. Mivel ugye egy intézményen indult a kiosztás, ez volt a cél, hogy egy helyen lesz, de hát annyi táskánk van, hogy ezzel valószínűleg több intézményt is le tudunk fedni, és akivel ők kapcsolatban van, nem feltétlen Málta is intézményekhez fogunk menni, hanem akikkel ők kapcsolatban vannak, akikről tudnak, akiket ismernek, és úgy érzik, hogy érdemes oda menni, osztani. Ezt fogják nekünk ugye összeállítani majd. Igen. Még ez a kampány sem zárult le, de jövőre is akkor már tervezitek, hogy szintén ehhez hasonló, vagy akár valami másban is gondolkodtok? A kiosztást követő napokban alszunk egy kicsit Ágival, és utána pedig elemezzük a kampány menetét, és szeretnénk összeállítani olyan pontokat, amiben sikeres volt a kampány, és amiben javítható a kampány, és szeretnénk még megvalósítani, mert szerintem ez fontos, csak akkor már egy nagyobb stratégia mentén tudjuk tapasztalatokból kialakítani, hogy mikor és hogyan, úgyhogy mindenképpen szeretnénk még. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, Köszönjük. És sok sikert kívánok erre a kampánygyűjtésre, reméljük, hogy minél több ilyen táska fog összegyűlni.